Köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk. Köszönjük szépen a látogatást. Szétnézhetünk itt ebben a csodálatos kisvárosban, és az önök helyszíni munkáin ebben a szép rendelőben, illetve egészségünk köszönöm, már kívülről is látszik, hogy itt valami más volt a szokvány. Tehát a Kistaki Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 2013. júliusától valósítja meg ezt a pályázat keretén belüli egészségfejlesztési programot. Ezzel elsősorban az a célunk, hogy az egészségügynek egy új dimenzióját hozzuk ide Kistelepre, illetve a kistérség lakosságának a számára. A programjaink már elindultak, ezt a gyönyörű egészségfejlesztési irodát 13. szeptemberében sikerült megnyitnunk. Klubjaink, a betegklubok, amelyek ingyenesen rendelkezésre állnak a betegeknek, az orvosainknak, a lakosságnak, azt gondolom, hogy teljes mértékben felülelik a szakmának a segítését. A kistérség teljes lakosságának szánjuk a programjainkat, a gyerekeken át, a felnőtteken, a betegeken, a hozzátartozókon át egészen az időseknek tervezünk programokat. A programunk elsődleges célja az, hogy házhoz vigyük ezeket az egészségre nevelő programjainkat. Kapcsolódunk a települések falunapjaihoz, egészségnapjaihoz. Bakson már sikerült megvalósítanunk egy szűrőnapot. A héten éppen pénteken lesz, holnapi napon Balástyára megyünk, és még novemberben Ópusztaszert fogjuk ilyen szempontból felkeresni. A 24 órás központi orvosi ügyeletek megszervezése és működtetése a célja a jelenlegi egészségügyi kormányzatnak. Mi ezt akkor két hónap múlva elindítottuk itt, ebben a kistérségben. Házi orvosi összefogással, önkormányzati támogatással. Abban bíztunk, abban reménykedtünk, hogy erre előbb-utóbb lesz pénz, mert igény van, a lakosság részéről is van igény, a házi orvosok részéről is van igény, és nagyon jól működött maga a rendszer. Viszont most július elején muszáj volt leállítanunk ezt a 24 órás központi orvosi ügyeleti rendszert, mert nem volt meg a finanszírozás. És sajnos jelenlegi OEP kasszában és a minisztériumban erre nincs pénz. Tehát ez mindenképpen egy olyan terv, ami egy olyan elképzelés, amit mindenképpen szeretnénk újból indítani, és meg is tudtuk csinálni, tehát, mert ugye meg kell szervezni, orvost fog elhozni rá, gépkocsivezetőt, asszisztens és a többi, tehát tudtuk működtetni. Az egészségügyi centrum, ha fogalmazhatok így, az egy nagyon nagy meglepetés volt számomra. Nem gondoltam, hogy egy ilyen komoly egészségügyi centrum van Kisteleken, ahol az itt élő embereknek szinte minden feltétel adott ahhoz, hogy biztonságosan olyan egészségügyi ellátáshoz jussanak, ami szükséges. Ugyanakkor látom azt a törődést, azt a szakmai elhivatottságot az egészségügy részéről, amely az itt élő embereknek valóban egy biztonságot nyújt. Az igazgatóval való beszélgetésünk is alátámasztotta azt, hogy szükség van, és fejleszteni kell még tovább ezt az intézményt, már csak azért is, mert nagyon sok a rászoruló beteg sajnos a mai társadalmunkban. Az a új ügyfélfogadás, ha fogalmazhatok így, vagy betegellátó rendszer, ami főleg a délutáni időszakokra van kihegyezve, számomra is egy új. Ugyanakkor azt is látom, hogy az a komplexum a mentőállomáson keresztül, az egynapos sebészeten keresztül, és azok a technikai fejlesztések, azok mind-mind azt szolgálják, hogy az itt élő emberek, azok még egyszer mondom, egy biztonságos betegellátásban vegyenek részt, és azok a szűrőprogramok, amelyeket indítottak, és még tovább is folytatni fognak az itt élő orvosok és az egészségügyi dolgozók, azok nagy mértékben segítenek abban, hogy minél egészségesebbek legyenek a Kistelek és a térségben élő emberek.